Van ez a teljesen ilyen illúziószerű világ, amit ugye általában az interneten mindenki magáról közvetít, és teljesen szerintem így eltávolodtak az emberek a realitástól, meg a valóságtól, meg akik például ebből az egészből kicsúsznak, vagy nincsenek benne, azok szinte már nem is léteznek. És szerintem iszonyatosan izgalmasak most még inkább emiatt a dokumentumfilmek, hogy így rá lehet fókuszálni, vagy így megvilágosodsz így bizonyos kérdésekben, hogy miről is van igazából szó. Teljes komplexitásában láthatsz egy problémát, vagy egy életet, vagy egy sorsot. Helt ærligt, så tog jeg derover for at have en sjov ferie. Og der mødte så mig. Nekem ez nagyon nagy élmény volt látni ezt a filmet, mert én nagyon sokat járok Tájföldre, és nagyon érdekelt ez a kérdés mindig, és izgatott, hogy hogyan van a tájföldi nőknek ez a fura helyzet. De nem kerültem olyan viszonyba egyikes, hogy ezt így megkérdezem, hogy ez így hogy van? Hogy ezt hogy csináljátok? Hogy hogy éltek? Vagy hogy ez hogy tud működni? Több mint 10 évig forgatták ezt a filmet, és hát egészen hihetetlen tényleg ebbe belelátni. Én kötelezővé tenném ezeket a dokumentumfilmeket, hogy ezt a sötétséget, meg ezt a homályt, ami bizonyos dolgokkal kapcsolatban az emberek fejében van, ezt olyan szépen eloszlatja. Például, hogyha valakinek előítéletei vannak a tájföldi nőkkel kapcsolatban, hogy ők áruba bocsátják magukat, akkor nézze meg ezt a filmet, és egészen meg fog döbbenni, hogy itt igazából miről is van szó. Nagyon-nagyon izgalmas műfaj, és nagyon sajnálom, hogy nem populárisabb. Ez az ide megfelelődik, én nem mertem az. Végek a műfózat.